Sziasztok! A nevem Nagy Csaba, vagy ahogy a közösségi platformokon ismernek, Erdei Biohacker. Ha csütörtök, akkor újabb podcast nap. A mai videóban a magnéziumról fogok beszélni, a magnézium fontosságáról. Aki esetleg nem ismer, vagy nem tudja a videóimat, nem ismeri a videóimat, én a videóimon keresztül, meg a blogjaimon keresztül, a protokollokon keresztül, és még webináriumokat is szoktam végezni. A lényeg, hogy én megpróbálok mindent megtenni, hogy segítsek az embereknek egy egészségesebb életet élni, eszközöket mutatok be a videóimon keresztül, protokollokat, meg tanulmányokat, hogy hogyan tud te is természetes módon, holisztikus módon az életet, az egészséget változtatni. Személyesen epigenetika, medicina, funkcionális orvoslás szakértő, és funkcionális táplálkozási szakértő vagyok, online dolgozom a klienseimmel, aki esetleg egészségügyi problémákkal küzd, keres egy lehetőséget, gyulladásai túl vannak, túlsúlyos, zsírosan mája, valamilyenfajta rejtett autoimmun betegséggel küzd, és csak a tüneteket kezelteti az orvosával, vagy régóta csak a tüneteket tudja kezelni, és tulajdonképpen nem kapják a gyökerét a gondnak, akkor bátran jelentkezhet nálam online konzultációra. A videó beírásában talál egy, vagy találtok egy kérdőívet is, de akár időpont egyezhető linket is kaptok, ahol velem, vagy nálam tudtok foglalni időpontot. Vágjunk bele a mai videóba, mint ahogy főhoztam, a magnézium fontosságára, a magnéziumra, hogy miért érdemes Neked is átgondolni, hogy magnéziumot használj akár a táplálék által, de szerintem ma már nagyon is szükség van táplálék kiegészítőre. De vágjunk bele a podcastba! <coughs> Some a product elkezdem a podcastot, lenne egy nagy kérésem, hogyha kedveled a podcastaimat, szeretnél többet megtudni az egészséges életmódról, az alternatív medicináról, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és még egy nagy kérésem lenne, nagyon hálás lennék, hogyha kedveled a műsoraimat, kedveled a videóimat, akkor nyomj egy like-ot, mert az is nagyon sokat tudna nekem segíteni. Köszönöm előre is! Aki megkérdezné tőlem, hogy melyek azok a táplálék kiegészítők, amit minden nap érdemes használni, akkor tény, hogy nagyon sok táplálék kiegészítőt ajánlanák, vagy hoznák föl, és az is biztos, hogy a magnézium ide tartozna. Én több videót is készítettem már a magnéziumról, és állandóan fölhozom úgy a klienseimnek, úgy a videómon keresztül, hogy igenis, a magnézium nagyon fontos ásvány. magnézium egyik legfontosabb alapvető ásványanyag, amelyre a szerezetünknek szüksége van egészségünk működéséhez. Számos létfontosságú testi funkcióhoz, többek között az agy, a mentális, az izmok, a szív és az érrendszer egészségéhez elengedhetetlen. Mégis a magnézium hiány nagyon gyakori ma. Depressziót, agyi egészségügyi tüneteket, alvás problémákat, vércukorszint szív- és érrendszer problémákat, csont problémákat és egyéb egészségügyi problémákat eredményezhet. A magnézium szint optimalizálása étrendel és a főhoztam táplálékkiegészítőkkel kritikus fontosságú az egészség és a jólét szempontjából lássuk csak, hogy mik azok az egészségügyi problémák, amik előjöhetnek, hogyha magnézium hiányba szenvedünk, vagyis hogyha nem elég magnézium van a szervezetünkben. Az első a szorongás. A magnézium fontos a mentális egészség szempontjából. A szorongás az egyik leggyakoribb mentális egészségügyi probléma napjaink társadalmában. A Nutri ENSZ című szaklapban 2017-ben megjelent egy szisztematikus áttekintés, megállapította, hogy az alacsony magnézium szint növelheti a szorongás kockázatát. Kutatók megállapították, hogy a magnézium a hipotalamus hipofízis mellékvese tengerre hathat. Ennek eredményeként ez egy kulcsfontosságú ásványi anyag, segíthet a stressz és a szorongás csökkentésében. Én nem egyszer Készítek egy vázlatot a klienseimmel, mármint egy fajta, egy ilyen bő kérdőívet, és ott benne van a mellékvese funkció, hogy hogy működik a mellékvese, és igazából csak igen-nemet kell válaszolni, vagy éppenséggel, pontszámmal kell megjelölni, és nagyon gyakori ma már, hogy a sok stressz, ami a minden mindennapjainkban előfordul, úgy a munkahelyen, úgy otthon, lényegtelen, a lényeg az, hogy állandóan egy stresszes helyzetben vagyunk. Ezért sajnos nagyon sok kliensemnél észrevettem, hogy a mellékvesék egyáltalán nem működnek rendesen. És most nem akarok mélyen belemenni, ez a hibotalamus, hipofizis mellékvese tengerre de tulajdonképpen összeköttetésben van az agyunk a mellékvesé, ö, mellékvesénkkel, hogyha állandóan egy stresszes állapotban vagyunk, és ö, állandóan no adrenalin, adrenalin ö, löket van a szeretetünkben, hogy állandóan a hormonok állandóan, ö, úgymond, állandóan szétszorodnak a testünkbe, akkor egyfajta stressz helyzetben vagyunk, nem tudunk aludni, itt a szorongás, és még folyadatnám. De lássuk csak, az agy egészsége, ez is nagyon nagy köze van a magnéziumnak. A magnézium az agy egészségének más aspektusai is elősegítheti. Nem csak mentális egészséget, a magnézium szerepet játszik a szimpatikus átvitelben és a neuronális plastititás az ideg aktivitásában. Így egy kulcsfontosságú ásványi anyag hatása lehet tanulásra és memóriára. A Neuron című szaklapban 2010-ben megjelent tanulmány szerint ez az ásványi anyag Javítatja a tanulást és a memóriát, beleértve a rövid távú memóriát, hosszú távú memóriát, munkamemóriát és a tanulási funkciókat. A NutriDance című szaklapban, 2018-ban megjelent áttekintés szerint a magnézium védőszerepet játhat, játszhat bocsánat, a neurologiai problémákban. Többek között az Alzheimer-kor, és higgyetek el, ma már az Alzheimer-kor, azt lehet mondani, hogy az elsők közt van a leggyakoribb betegségekben, úgyhogy oda kell figyelni erre. Parkinson korban, epilepsiában és migrénben, a stroke-ban és a krónikus fájdalomban. Vércukor gondok, hogyha valaki vércukor gondokkal küzd. A magnézium akkor is jó hír ha javítani szeretné a vércukorszintjét, szintjét, és csökkentheti a cukorbetegség kockázatát. Szerepet játszik a glükóz szabályozásban, az inzulin anyagcserében, és segíthet, segítheti csökkenteni a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. A World Journal of Diabetes című folyóiratban 2015-ben megjelent áttekintés szerint cukorbetegek körében gyakori a magnézium hiány. A kutatók szerint a pótlás szerepet játszhat a cukorbetegség kezelésében. A Nutrition című szaklapban 2017-ben megjelent szisztematikus áttekintés megállapította, hogy a magnézium segíthet az inzulinrezisztencia csökkentésében és az inzulinérzékenység javításában azoknál, is, akiknél ismert a hiány. Szeretném felhozni, hogy ezeket a. Tanulmányokat, ezeket be fogom tenni a videó beírásába, hogyha valakit érdekel, angolul van persze, de be fogom tenni, hogy mindenki látni tudja, hogy ezek a tanulmányok igenis léteznek, és nagyon sok tanulmány van tulajdonképpen a magnézium terén, a magnézium mint ásványanyag terén. Csontok egészsége. Bár a legtöbben a Kácium fontosságáról beszélnek, ez igaz, a csontok egészségének szempontjából sok más tápanyag is szerepet játszik. Igen, úgy a D-vitamin, mind a K2-vitamin és a magnézium. A magnézium szüksége s az egészséges csontképződéshez és a fontos a csontok egészségéhez. Egy 2013-ban a Nutritens című szaklapban megjelent tanulmány szerint az elegendő magnézium bevitelő összefüggésbe Hozható csontkristályképződés javulásával, nagyobb csontsűrűséggel és csontritkulás kockázatának csökkentésével. Különösen fontos lehet a perimenopauzában és a menopauzában levő nők és az idősebbek számára, mivel náluk nagyobb a csontritkulás kockázata. A csontritkulás az is gond, hogyha az, ahogy ö, idősebbek vagyunk, egyszerűen nem sportolunk. Hogyha az ember elkezdene ugyanúgy például magnéziumot használni, nem csak magnézium kell, de a magnézium egy nagyon fontos ásanyag, ahogy látjátok, és elmenne legalább egy héten kétszer a fitness terembe, vagy akár otthon bármilyen fajta súlyt igazából meg ö, erősíteni az izmait, akkor higgyétek el, a csontozat is erősödne, mert az izmok ö, hozzájárulnak a csontok erősségéhez. Nagyon fontos, ahogy idősödünk, hogy igenis lehet azt mondani, hogy súlyozzunk, mármint hogy nehéz súlyokat emeljünk, mert egy fontos része erről még fogok készíteni videót, mert nagyon sokat tanulmányozom mostanában az izmok, meg az izmaink fontosságát, és főképpen, hogy idősebbek leszünk, hogy mennyire fontos ahhoz, hogy egészségesek legyünk, úgyhogy erről is fogok készíteni nem sokára Videót, időskorba is bátran kezdeni sportolni. Ezt csak úgy melegesen kitértem, de, mint ahogy fölhoztam, térjünk vissza a magnéziumhoz. A szív- és érrendszeri egészség. A magnézium egyik legfontosabb szerepe az izmok egészségének fenntartásában. Ahogy látjátok, megint előnek az izmaink, úgyhogy nagyon fontos, hogy magnéziumot használjunk, hogy az izmaink egészségesek legyenek. Ez igaz az egészséges izmokra is, így nem meglepő, hogy a magnézium fontos szerepet játszik a szív és az érrendszer egészségében. A BMI-ben megjelent 2018-as áttekintés szerint a magnézium hiány növelheti a szív és érrendszeri problémák kockázatát. Megállapították, hogy az alacsony szint gyakori a pangásos szívelégtelenség és veszélyezheti az eredményeket. A Frontiers in Neurology című szaklapban 2019-ben közített szisztematikus áttekintés és a metaanalízis szerint a magnézium csökkenteti a stroke kockázatát. Úgyhogy érdemes azoknak a személyeknek is átgondolni, hogy magnéziumot használjon, akiknek szív- és érrendszeri gondjaik vannak. Bocsánat. Folytassuk. Depresszió. A Nutritens című szaklapban 2018-ban megjelent áttekintés szerint a magnézium védő szerepet játszhat a depresszió és a szorongás esetében. A szorongásról már beszéltem. Egy 2006-os Medical Hypothesis című szaklapban közvetették uh, esettanulmány szerint a magnézium támogathatja a súlyos depressziós kezelést és gyógyulást. Ez az érdekes mivel segíthet az intraneuronális magnéziumhiány korrigálásában és a neuronális aktivitás javításában. Egy 2017 ben e, plusz one ban közített randomizált klinikai vizsgálat e, szintén azt találta, hogy a magnéziumpotlás 6 héten belül javíthatja az enyhe és közepes depressziót mint ahogy látjátok, ha valaki enyhe depressziói vannak, akkor mindenféleképp ki lehet próbálni, vagy esetleg megbeszélni a kezelő orvosával, hát ha a magnézium használattal, és még egyszer ezt meg lehet beszélni az orvossal, hogy kipróbálni, hogy esetleg mint kiegészítő használni, és majd látni lehet, hogy idővel változik valami, vagy nem. Fejfájás. Hogyha migrén fájdalmakkal, vagy csak sima fejfájással küzdesz, akkor igenis érdemes átgondolni, hogy napi szinten magnéziumot használj. Méghozzá egy 2022-es Journal of Strange and Conditional Research című folyóiratban megjelent egy tanulmány szerint a magnézium segíthet elazítani az izmokat és csökkenteti az izomfájdalmat. Ez segíthet a feszültség okozta fejfájással járó izomfájdalom és fejfájás esetén. A Nutritens című szaklapban 2018-ban megjelent átekintés szerint magnézium védő szerepet játszhat a fejfájás, és a migrén esetén a Headache című szaklapban közített 2017-es áttekintés szerint 600 mg magnézium szedése segíthet a migrén csökkentésében. Az amerikai migrén alapítvány kb. 400-500 mg magnéziumt javasol, én eleve többet, azt tudom mondani, hogy kb. 600-700, és fontos, hogy többféle magnéziumot használj, hogyha lehet, de a legfontosabb szerintem a magnézium glicinát és a magnézium citrát, ezeket általában mindenki, akárki, bárki használja, eddig nem nagyon hallottam, hogy legyen valami mellékhatás. Hát nincs is nagyon nagy, nagy mellékhatás, esetleg annyi, hogy többször mész a WC-re, akkor csökkenteni kell, de, de igazából nem tudok róla, hogy magnézium ha a magnéziumot használ valaki, akkor mellékhatás. Azon felül még egyszer, hogy, hogy esetleg gondjai vannak a széklettel. De azt lehet változtatni. Alvás. A magnézium segített a szeretetnek ellazulni, emellett megnyugthat, az elmét, csökkentheti a stresszt és csökkentheti a szorongást. De a magnézium az elmét és a testet megnyugtatva segíthet abban, hogy könnyebben és gyorsabban elaludj segített a tényleges alvás javításában is. Minden kliensennek, aki alvási gondokkal küzd, az első, amit mint kiegészítő szoktam használni, azon felül, hogy van külön protokollom az alvás, vagyis hogy jól tudjon az ember aludni, attól függetlenül mint kiegészítő a magnézium elektrionétet szoktam tanácsolni, hiszen mint ahogy felhoztam, nincs merék és nagyon sok tanulmány mutassa, hogy a az alvást tudja segíteni a magnézium használata, főképp az eltrionit. Ajánlott napi bevétel lássuk csak. Születéstől 6 hónapos korig 30 mg, mind nők, mind férfiak esetében. 7 és 12 hónapos korig 75 mg, mind nők, mind férfiak esetében. 1 és 3 év között 80 mg, mind nők, mind férfiak esetében. 4 és 8 éves korig 130 mg, ugyanúgy, mint nők, mint férfiak esetében, 9 és 13 éves korig el 240 mg, nem kell felhozom, nők és férfiak esetében, 14-18 éves korig 360 mg a nőknek, 410 mg férfiaknak, és 400 mg terhesség esetén 360 mg szoptatás esetén. 19-30 éves korig 310 mg nőknek, 400 mg férfiaknak, 350 mg terhesség esetén és 310 mg szoptatás esetén. 31 és 50 éves korig 320 mg nőknek, 420 mg férfiaknak, 360 mg terhesség esetén és 320 mg szoptatás esetén. 51 év feletti, vagy 51 év felett 320 mg nőknek, és 420 mg férfiaknak. egy kiváló ajánlattal érkezni, méghozzá ismert meg a génjeit egészségét. A Nordic Laboratórium szerintem az egyik legkiválóbb és legismertebb laboratóriuma, és én személyesen a Nordic Lab egyik konzultása vagyok, a klienseimnek állandóan felajánlom, hogy végezzük el a géntesztet, méghozzá a DNS held tesztet. Ezzel a teszttel nagyon sokat tudunk meg, hogy melyik génjeink azok, amik esetleg nem működnek rendesen, és nagyon sokat tudunk tenni az egészségünkön. A tesztet otthonról is kényelmesen el lehet végezni az én segítségemmel, az én támogatásommal. Jelenkezd most, és teszteld a génjeidet hogy könnyebben tudj elindulni az egészséges élet felé. Most vissza a podcast műsor. Lássuk csak a legjobb magnézium forrásokat élelmiszerben. Hát hozzá kell tennem, hogy a zöld levelű zöldségben a legtöbb, diófélékben, magvakban, hüvelyesekben és teljes kiürésű gabonákban van nagyon sok magnézium. Bár itt hozzá kell tennem, hogy nem igazán tanácsolom a teljes kiőrlésű gabonaféléket, tulajdonképpen semmilyen fajta gabonafélét nem nagyon tanácsolok, hogy fogyasszunk, de tény, hogy nagyon sok magnéziumot tartalmaz a gabonaféle, és a hüvelyesek is, és ezt is igazából nem nagyon tanácsolom, főképp aki emésztési gondokkal küzd, vagy valamilyen fajta gyulladásai vannak, mivel hogy tudni kell, hogy a hüvelyesekben nagyon-nagyon sok a méreganyag, a lektin, az oxalát, ha a tanácsom, akkor általában szoktam mondani, hogy nagyon sok ideig legyen beáztatva, lassan kell főzni, ha lehet kuktában, és akkor esetleg akkor, akkor tudni kell, hogy már akkor nem fog annyi ásványanyagot tartalmazni, akár magnéziumot. Úgyhogy igazából, ha lehet, ezért mindig visszatérek a kiegészítőre. Szerintem a legjobb megoldás a magnézium forrás bevételbe, hogy kiegészítőt használjunk, de még egyszer az ételekben is található, főképp a zöldségekben nagyon sok a magnézium, a magvakban a dióféléket, hogyha valaki dióféléket eszik, akkor um, már elég elegendő, vagyis nagyon sok magnéziumot vesz magába. Lássuk csak, hogy miben mennyi magnézium található, a tökmagban van 156 mg, egy olyan 1,5 evőkanálnyi tökmagban, napi érték 37%, a kiamagban 111 mg, ugyanúgy és 15 Kanáni kiamag, az kb. 26% a napi érték. A mandula 80 mg, olyan 20% ö, a napi érték. A spenotban, a főtt spenotban 75, ö, bocsánat, 78 mg, egy olyan fél csészényi spenotban van 78 mg, a napi érték 19%. Burgonya héjában sütve milligram, de körülbelül ö, a napi értéken 10%. Lazacban van ö, magnézium, 26 mg, hát egy olyan kb. 200 g ö, van 26 mg magnézium, napi érték az olyan 6%, lapos van 24 mg, napi érték 5%, az avokádóban van nagyon sok, mili, ö, nagyon sok, magnézium, 22 mg, napi értéke 5 cirkemelbe is van 22 mg darát marhahús, 90%-ban, hogyha serpenyőben van sütve, mert ezért szoktam mondani, hogy mennyit, mennyit van sütve, de kb. olyan olyan 20 mg napi értéke, hát an 5 hogyha megsütjük, meg, meg, megsütjük a húst, akkor kb. olyan 20 mg tudunk egy olyan normális, fogjuk rá, 400 g hús, már darált, hús, ha darált húst eszünk. A brokkoli, <coughs> bocsánat, a brokkoli főzve ugyanúgy egy csésze, a brokkoli a napi érték 3 százalék, alma 9 mg, egy közepes almában el, a napi érték 2 százalék, és a sárgarépa például nyersen 7 mg, egy közepes sárgarépa a napi értéke 2 százalék. Lássuk csak, hogy a magnézium hiány jelei és tünetei, méghozzá az első a fáradtság, az álmosság, gyengeség, hányinger és hányás, étvágytalanság, tűszurás érzés, bizselgés, zsibbadás, izomgörcs, bármilyen fajta görcs, rendellenes szívritmus, reszketés, rohamok, személyiségi változás, hangulatváltozás, ez az, felhozom a stressz, meg a mellékesik, ahogy, ahogy működnek. Koronári görcsök, alacsony kálium és vagy kálcium szint. Lássuk csak a magnézium hiány okait. Hát először is tudni kell, hogy a magnézium hiány okai az általánosan azért történik meg, mert rossz táplálkozás által, de itt vannak a magnézium hiány okai cukorban és feldolgozott élelmiszerekben gazdag étrend. Insulin rezisztencia, magas stressz, vagyis nagyon sok stressz, magas fittinsavtartalmú tartalmú étrendek, IBS felszívódási zavar, az úgynevezett leaky gut, vagyis szivárgó bélszindróma zavar, erős alkoholfogyasztás, és bizonyos gyógyszerek által is megtörténhet, hogy magnézium hiányba szenvedünk. Magnézium kiegészítők. A magnézium kiegészítőkről már készítettem videót, de felsorolom őket, az első a malát, glicinát, l -treonát, citrát és klorid. Az előbb felhozom, hogy L-treonát, nem tudom már, hogy fogalmaztam, de a lényeg, hogy az alváshoz általában az L-treonátot szoktam uh, tanácsolni, vagy a glicinátot, de akár a citrátot is szoktam uh, tanácsolni. Ahogy látjátok, a magnézium igenis nagyon fontos a szerezetünknek, Fontos, hogy odafigyeljünk, hogy a táplálékból, hogyha lehet, akkor próbáljuk meg olyan ételeket enni, amiben nem csak, hogy magnézium van, hanem más mikro- meg makrotápanyagok, de mint ahogy láthatok, hogyha magvakat eszünk, dióféléket, amiket még tulajdonképpen egészségesnek tartok, de ez is nagyon fontos, fel, fontos felhoznom, hogy igazából nem mindenki... Vagy nem mindenkinek tudom tanácsolni a diókat, meg magféléket, mert nem mindenki egyforma, és például én személyesen nem vihetem túlzásba a diófélék fogyasztását, nagyon érzékeny a gyomrom, és ezért tény, hogy a diófélékre is oda kell figyelni, tény, hogy nagyon sok magnéziummal, nagyon sok magnéziumot tartalmaz, de attól függetlenül tele van omega 6 zsírsavval is, úgyhogy napi szinten egy maréknyi dióféle, hogyha ennyit fogyasztunk, akkor az úgy egészséges. A zöldleveles zöldségek azok tényleg egészségesek, úgyhogy bátran lehet enni, bár itt is oda kell figyelni az oxalátra, szól. még egyszer én személyesen azt szoktam mondani, hogy a magnézium eleve már felhoztam, hogy nem drága, mint kiegészítő, úgyhogy érdemes, mint kiegészítő átgondolni, hogy, hogy használjuk mert többet fogtok vele elérni szerintem. Mint ahogy felhoztam, a magnézium úgy a mentális, a csontok, a szív és az érrendszeri betegségek ellen egy nagyon fontos tényező az egészségünk, vagy mint az egészségünk optimalizálására, ahogy szoktam fölhozni, érdemes átgondolni, hogy magnéziumot használjatok. Jelenleg a weboldalon felújítás alatt van, de ahogy helyre fog állni a weboldalom, akkor érdemes ellátogatni. Mindenféleképp fogom jelezni videó formájába, hogy a weboldalom működik. De a lényeg, hogy írtam egy nagyon hosszú blogcikket, hogyha valaki szeretne olvasni még többet a magnéziumra, akkor eh, látogasson el a weboldalomra, a blog oldalra, és ott meg fogja találni, hogyha beüti, hogy magnézium a kereső oldalba. Úgyhogy érdemes átgondolni szerintem mindenkinek, hogy magnéziumot használjunk, és még egyszer, mint kiegészítő szerintem a legfontosabb. Jövő héten érkezek egy újabb videóval, hogyha élveztétek a podcastomat, kérlek nyomjatok egy lájkot, kövessetek, küldjetek tovább a videóimat, hogy sok emberhez eljusson az egészséges életmód. Mint mindig ne felejtsetek, Optimalizáltak ti is az egészségeteket.